Nemrég derült ki, hogy a kormány közeli Matthias Corvinus kollégium alapítvány 98%-os többségi tulajdon szerzett az ország egyik legnagyobb könyvkiadójában a Libriben. A kiadó ügyvezetője szerint nem kell attól tartani, hogy ideológiai fordulat lenne a kiadott könyvek tekintetében. El Simon Lászlót kérdezzük. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, a Magyar Író Szövetség elnökségi tagját. Jó estét kívánok! Kezdjük Utóbbi most azért fontos, mert hogy a Magyar Írószövetség kiadott egy közleményt, ebben az áll, hogy várakozással tekintenek arra a piaci változásra, amit a Libri tulajdonos váltása idézhet elő. Milyen várakozással? Az nagyon sokféle lehet, lehet pozitív, negatív, kétségekkel teli, örömteli várakozás. Milyen várakozás ez? Én kifejezetten pozitívan állok a kérdéshez, tehát esélyt, lehetőséget látok benne. Ugye először is úgy kell megközelíteni a kérdést, hogy amikor a libréről beszélünk, akkor két külön területről beszélünk egyszerre, és ez az elmúlt hetek kommunikációjában egyáltalán nem vált szét. Egyrészt a könyvkereskedelemről, másrészt a könyvkiadásról. Ezt azért választom el markánsan, mert az elmúlt években, vagy másfél évtizedben számtalanszor elmondtam magam is, hogy szerencsés nyugati országokban ez a két terület már csak versenyjogi okoknál fogva sem keveredik össze, tehát a nagy könyvterjesztő cégek azok nem tulajdonosai könyvkiadóknak. Magyarországon abba az irányba mentünk el, és itt az elmúlt 15 évben még inkább ebbe az irányba ment a könyves szakma, hogy ez a kettő teljesen összekeveredett, és amikor a... Na, de ez most a, is így van, igen, itt is így van. Igen, ez egy egészségtelen dolog szerintem, de ez egy adottság, amelyen nem nagyon tudunk mit kezdeni lett volna rá lehetőség egy másfél-két évtizeddel másfél ezelőtt, hogy a politika olyan módon szabályozza a területet, hogy egyértelművé tegyük, akinek könyvkereskedelmi cége van, annak nem lehet könyvkiadó cége, mert azok a könyvkiadók nyilvánvalóan, amelyek mögött tulajdonosként egy könyvkereskedelmi hálózat van, azok már eleve piacjelönt éveznek a függetlenekhez képest, de nem, de nem vállalt ezt föl senki sem. Amikor a, az Alexandra csoport összeomlott, akkor ráadásul a három pólusú könyvkereskedelem két pólusúvá vált, gyakorlatilag a Libri uralja a piasznak most a felét, a Lira és Lan csoport pedig a másik felét. Hát és, éppen ezért kiadó... mondják nagyon sokan, hogy ők nem ilyen várakozással tekintenek rá, nem mindenki reagált így erre, például Cinki Ferenc, a Szépírok Társaságának elnöke azt mondta népszavának, hogy ez egy tragédiát sejtett, de nagyon sok írót, Krusovszki Dénes tudnám Nézni, azt mondja, hogy beláthatatlan következményei lesznek ennek, szép új világ, az jön a randa, régi világ, aggályos ez az hát egész. Hát igen, de például akkor, amikor én évtizedekkel ezelőtt azt mondtam, hogy az elmúlt másfél évtizedben többször, hogy egészségtelen az a szerkezet, akkor mint mit tudok? Egyáltalán nem álltak mellé, mert abban a pillanatban ott haszonévezői voltak a rendszernek. De ez a szerkezet most is fennmarad? Tehát még egyszer, egészségtelen, még egyszer szóval mondom, szétváljon. hogy ez nem túl szerencsés, és amikor azt mondom, hogy pozitív várakozással tekintek a változás elé, akkor arra gondolok, hogy talán az a lehetőség, ami az új tulajdonossal kialakul, az a független könyvkedők terjesztését jobban fogja segíteni. Ez egyébként, hogyha megnézi az elmúlt hetet... Ez hát... mit a gondolja, a... Hogy fogja Remélem, remélem. Jaj, reméli, ez egy Igen, reméli. és amikor a re... a... egy kicsit vágyvezérelt is nyilván van, amit mondok, tehát, mint hogy nincsenek eszközeim arra, hogy ez különösebben befolyásoljam, legfeljebb néhány személyes beszélgetés, vagy ez az interjú, hát ha elhallgatják ezt az interjút a a tulajdonosi körtagja is, akkor, akkor szembesülnek azzal a régóta meglevő problémával, hogy sok-sok független kövkiadó van, ezeket semmik Képpen sem helyezném el politikailag a térképen, mert mindegyik politikai oldalon levő kia, ö, oldalon vannak olyanok, akik saját maguk önkiadót működtetnek, meg olyanok is, akik egyébként semmi közük a politikához. Most Tehát, viszont, viszont hogy... lett az egyik legnagyobb, aminek van köze a politikához. Ez nem aggályos ön szerint? Már Fideszes politikus, de mégiscsak a politika ezen a piacon ilyen mértékben. Hát már, rég nem, jelen. már rég nem vagyok Fideszes politikus, már évek óta, de. Akkor volt Fideszes politikus. De, de nem baj. Az az igazság, hogy ezt a kérdést elsősorban az eladónak kellene föltennie. Tehát az elmúlt hetekben mindenki arról beszélt, hogy egy NER közeli, idézek, egy NER közeli alapítvány felvásárolt egy, egy kövkereskedelmi céget. Először is ez a csoport, az MCC csoport, az már évek óta ott van kisebbségi tulajdonosként nagyon erős jogosítványokkal, tehát hogy 25 százalékos tulajdonrésze nagyon komoly jogosítványi voltak. Hát a, de most azért a, csak majdnem 100 lett az De, az nem de meg kéne kérdezni esetlegesen az eladót, hogy mégis miért adta el. Tehát őt, legalább annyira érdemes lenne kifaggatni a szempontjairól, szempontjairól, és ha jól értettem őt, megnyugtatta azt a közönséget, amelyik számára fontos volt. De még egyszer szeretném mondani, hogy válasszuk külön a könyvkereskedelmet és a könyvkiadást. Igen, azok, de most nem tudjuk külön választani. Szét ezt ezt tudjuk választani, mert egyébként azok, akik elkezdtek itt aggódni az elmúlt időszakban, és mindenféle politikai konstrukciókat vizionáltak, azok alapvetően a könyvpiacnak egy nagyon-nagyon kicsi részét teszik ki. Tehát mondjuk ki nyíltan. Nem az én könyvem, nem Kusoszki Dénes könyve, nem Pár Krisztián könyve, és azoknak a szépülelmi szerződnek a könyvei határozzák a könyvpiacot, amiről ami, ami amiről beszélünk. Na de most ön szerint az nem agályos, hogy az MCC határozza meg a könyvfiac egyik legnagyobb részét, akinek a politikai a miniszterelnök politikai igazgatója, az egyik vezetője, a Magyar Kormány irdatlan mennyiségű állami pénzzel támogatja? Ez nem agályos? A Magyar Kormány nem támogatja direkt módon állami pénzzel, hanem a... Direkt módon nem támogatja, egy, hanem egy részfény, de hát... keresztül jut osztalékhoz, és hát egyébként... Tehát 2021-ben akkor állami vagyont kapott, hogy a Igen, teljes de a drága, a szerkesztő, azt, hogy azt tudom önnek mondani, hogy ezek piaci folyamatok. Tehát érdekes módon, hogy a piaci, ez piaci a folyamat. Piac, hát az, hogy valaki üzleti alapon megvásárolta egy vállalatnak a többségi tulajdon részét, ez gondolom, hogy piaci folyamat. De hogyha nem, akkor erről tessék megkérdezni az eladót. Jó, tehát ön szerint nem magályos, én csak arra voltam kíváncsi, én hogy az nem pénzeket Hogy azt nem szerintem nem volt. Ott szerintem, a szerintem az se volt aggályos, hogy, hogy az előző tulajdonos működtette a, a kiadóvállalatot. 2018 uh -huh. jelen Orbán Viktor uh... Tusványosi beszédében megkérdette, hogy, hogy, nagy változások várhatok a kultúrában, új szellemi kulturális megközelítésre van szükség. Egyébként a G7 már akkor 18-ban írta arról, hogy a kormány kulturális térfoglalása akár a könyvpiacot is elérheti. Akkor egy kerekasztal beszélgetésen Gyurgyák János, az Oziris vezetője azt mondta, hogy reális lehetőség, hogy az állam megvásárolja az egyik vagy akár mindkét nagy terjesztő hálózatot. Erre ön is reagált, ezt most hozzák is egyébként többen. Szó szóval szerint azt mondta, hogy bár egy nemzeti könyvesbolt hálózatot igencsak el tudna képzelni, nem tud állami szereplőkről, akik ilyenen gondolkodnának, ha pedig lenne egy felvásárlási szándék, akkor sem tartja a felvetést a valószínűnek, hiszen annál intelligensebb a NER, hogy egy meglévő láncot államilag felvásároljon. Vannak erre vállalkozók? Hát a vállalkozók mi a, mi jöttek. A itt az MCC. Ez jelenti az intelligens megoldást? Mert attól hát függ, az állam, állam van mögötte. De nincs az állam mögötte. Ezt nagyon rosszul látja. Miért lenne az állam mögötte? Akkor tehát az MCC-nek honnan, honnan van ha a jól értelmezem, ha, ha jól értelmezem, akkor az MCC az egy NGO, és úgy látszik, hogy vannak pozitív NGO-k, meg vannak negatív NGO-k, de ezek szerint az ön kérdése mögött is egy olyan politikai motiváció húzódik meg, amelynek egyébként semmi köze nincs én az az MCC. Igyekszem, hogy tények húzódjanak meg a kérdésem között, tehát hogyha és kap 4 milliárdot az MCC, ugye én megnéztem, meg az átlátszó, meg egy számtalan gyűjtése van onnan, hogy honnan, honnan van a, a, vagyon az MCC-nek, tehát akkor a kérdés az jogos, hogy az állam áll mögötte vagy igen, nem áll Igen, de az, az, hogy egyébként van egy, egy magyarországi tehetségeket gondozó szervezet, amelynek egyébként a, 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 politikai motivációit ilyen direkt módon én nem tudom felfejteni, mint ahogy ön felfejti, és ez a szervezet egy, egy nagy könyvkereskedémi vállalatnak, egy nagy vállalatnak a tulajdonosa, ez szerintem másodrangú kérdés, mert... Azt értem, csak Orbán Viktor jobb keze a vezetője az MCC-nek, tehát akár egészen direkt módon is fel lehet fejteni ezt a És akkor abcsolatot. majd gondolja, hogy ő fogja meghatározni, hogy éppen melyik könyveket teszik ki a kirakatba? Hát ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, az meg kell majd hát kérdezni, nyilvánvalóan... az mcc hát nyilvánvalóan... a helyén, akkor meg hát fogom abszurd lenne. De miért lenne abszurd? Miért gondolja? Látja, hogy a független színházakkal is mi történik. Van, aki kap támogatást, van, aki meg nem kap egy fillért sem. Mitől függ ez? kérdezze meg az illetékeseket. Jó, egyébként ők is ezt kérdezik. No, egészen más egy másik téma, alig egy hónapja... Én azért még nem, nem, nem keverném le ilyen gyorsan ezt a dolgot, mert még egyszer mondom, hogy Arról érdemes beszélni, hogy Magyarországon nagyon sok könyvkiadó van, de té tényleg rettenetesen sok és sok irányú könyvkiadó van. Ezeknek a könyvkiadóknak egy jelentős részét a két nagy könyvkereskedelmi csoport birtokolja. Ők egyébként egyértelműen uralják a piacot, nyilvánvalóan, hogyha elmegy egy Libribe, akkor látja, hogy alapvetően a saját könyvkereskedelmi csoporthoz tartozó könyvek kerülnek ki a kirakatokba, ezzel valamilyen módon orientálják a, a fogyasztót. Azt, azt, érdemes megnézni, én egyébként megtettem, hogy a Libri kiadói csoportba tartozó könyvkiadók például pályáztak-e közpénzre hogyha vész megnézi, akkor a helikontól a jelenkoronát, koronát sorolhatnánk a Jaffa kiadót, ugye ezekben valamelyikben 100%-os tulajdonos a csoport, valamelyikben csak 50%, vagy még olyan is van, kisebbségi tulajdon részük van. Tehát mondom, a jelenkortól a kaligramig, a helikontól a Jaffa kiadóig, nagyon sok olyan tudok mondani, amelyek rendszeresen pályáznak a Nemzeti Kultúrás Alaphoz Támogatásra. Én például azt a kérdést is feltenném, hogyha valaki egy a teljes magyar könyvkiac 50%-át uraló cégcsoportnak a részét képezi, amely ráadásul profitábilisan működik és több milliárdos osztalék kifizetésére képes, hogy miért pályázik 3-400 forintra egy-egy könyv esetében. Csak nem azért, mert ezek a könyvek még mégsem piacképesek, és azok a szerzők, amelyek most itt nagyon aggódnak, azok valójában állami támogatás nélkül még ebben a piacorientált csoportban se tudják megjelentetni a könyveiket. Tehát szerintem itt van egy és akkor most innentől ezek a könyvek nem fognak megjelenni? Vagy Én nem nem gondolom. kellene, hogy megjelenni? Én Nem gondolom, hogy nem. Hát meg? Hát hála jó Istennek egy... Ö plurális kulturális térbe létezünk, amelyben egyébként láthatólag az említett szerző könyvének a megjelenésé nem is piaci szempontok dominálnak. Tehát ma, ha valaki azt mondja, hogy a kb. 50 milliárdos könyvpiacból azok a szépírók, akik egyébként itt aggódnak a libri függetlenségének, vélt függetlenségének elvesztése miatt, azok mondjuk ennek a könyvpiacnak az egy százalékát se teszi ki a, a, pénzügyi részét tekintve. No, azért mégiscsak Köztük tovább, az tovább, tovább ugranék, mert, is. mert nincs már olyan sok időnk, teljesen tehát alig egy hónapja a kulturális örökség védelméről rendeztek egy konferenciát, erről írt ön a Mandíneren. Ennek az írásnak az a címe, hogy el, el a kezekkel a múzeumainktól ragaszkodunk ahhoz, hogy a Nemzeti Kastély programban felújított csodás épületeink a közösség tulajdonában és kezelésében maradjanak. Én, ha jól emlékszem, akkor ön indított el a kastélyprogramot államtitkárként, de lehet, hogy nem jól emlékszem. De jól emlékszem. jól emlékszem. Most úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben inkább az ellenzékkel került egy platformra. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Az ellenzéke semmiképpen nem került el ebben a kérdésre egy platformra, mert amikor a kastélyprogramot csináltuk, akkor mindent csináltak, csak nem támogattak bennünket. Én a, amikor elindítottuk, akkor már a Nemzeti Vagyontörvény tárgyalásán, ami lassan egy évtizeddel ezelőtt volt, azt vetettem föl, hogy a kiemelt értéket képviselő állami műemlékeket adjuk oda 50 vagy 100 évre vagyonkezelésbe olyan olyan tehetős vállalkozásoknak, amelyek azt föl tudják újítani. Én az említett írásomban is azt mondtam, hogy ne azt csináljuk, hogy a felújított kastélyokat adjuk oda ingyenesen tulajdonba, hanem hanem tegyük meg azt, hogy a rendkívül sok felújításra váró, kiemelt értéket képviselő műemléket adjuk oda azoknak, akik föl tudják újítani, mert jelen pillanatban erre közösségi forrásaink nincsenek. Az az állom... most már nem ez történik. Nem, nem, ez nem, nem, nem. Ez is történhet, hogyha ezt a törvényjavaslatot, amelyet elkészítettek, azt benyújtják a parlament elé. 嗯。Uh, <c oughs> Majd meglátjuk, hogy végül is mi lesz a végleges ö, törvény, hogyha az országgyűlés ezt meg fogja tárgyalni. De ez Önmagában, változhat ön szerint? Mert most, szerint, amit, hát mindig, amit ismerünk, most már nem is csak 12 kastéról van szó, hanem az összesről. De hát én, én ezt például pozitív fordulatnak tartom, mert azt gondolom, hogy az a sok-sok felújításra váró nagy kastély, amelyek egyébként a világ szerencsésebb részein nem lettek államosítva, nem vették el a birtokokat, nem, nem verték szét, nem költöztettek belőle korházat, hadőanyagraktárat, iskolát, szociális otthont, és egyebet, meg nem pusztították le őket, mint nálunk a kommunizmusban, azok látogatható szép, gyönyörű kastélyok, és hogyha megnézi mondjuk Skóciát, akkor a magántulajdoni kastélyokba belépi egy megváltás ellenébe is, vagy egy, egy, részébe, vagy a Loire völgyét, be lehet menni, és meg lehet látogatni. Tehát az, hogy valami magántulajdonban, vagy magánkezelésben van, az egyébként nem jelenti azt, hogy, hogy ne látogathatná a nagy közönség. Magyarországon Na de akkor is van mi a, erre... miért, miért mondta, hogy el a múzeumaintól? Hát magyar... pont arról lenne szó, hogy itt Na, több a cikk, milliárd a cikk, forintot dologról szól, nem pusztán csak a kastély. arról van szó, hogy a kastély felújítására több milliárdot költött a kormány, majd egy olyan törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy ezeket az állami pénzen, közpénzen felújított kastélyokat odaadnák magán. Személyen. Azóta a törvényjavaslat nagyon sok mindenbe változott. A az az igazság, hogyha megnézi a Károlyi kastélyt, hogy példát mondjak, ott van Fejérvár a Károlyi kastély, amelyet államosítottak, és azt a, a, az egykori tulajdonosnak az unokája, egyébként Magyarország korábbi Párizsi nagykövete, magán alapítványa működteti, részben egyébként az állam segítségével is. Tehát a volt tulajdonosok nem azt mondom, hogy visszakapták, amit én egyébként a rendszerváltozáskor el tudtam volna képzelni, hogy egy rendes, tisztességes és legyen, és visszadják az ingatlanokat úgy, ahogy mondjuk egyébként Romániába visszadták mondjuk a Marosvécsi kastélyt az egykori tulajdonosok unokáinak. De, de ha már ez nem történt meg, legalább nyílt egy lehetőség arra, hogy az egykori tulajdonosoknak a, a leszármazottai, akik egyébként érzelmileg kötődnek hozzá a kastélyhoz, a magánalapítványokon keresztül kezeljék, ott nem, nem, nem történt meg a tulajdonbanás Most ő látja, hogy mi lesz a, mi lesz a vége, mert itt tulajdonbordás. Hát az az előbbi... János azt mondta, hogy nem jó, tehát az, 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 magyar állam tulajdonosa a műemléképületeknek, de nem jó gazdája ezzel az állítással. Hát én, én nyilván ezzel nem értek egyet, mert hála jó Istennek a Magyar Állam, például a Nemzeti Múzeumnak, amely a főváros egyik legnagyobb és legszebb műemléképülete, jó gazdája. Hát nagy baj lenne, ha nem lennénk jó gazdája az ingatlanoknak, az a kötelességünk, hogy ránk ingatlanokat jól kezeljük. Hát minden egyes eset, esetben lehet azt mondani, hogy valaminek nem jó gazdája, valaminek rossz. Hogyha valaki nem jó kezeli a rábízott ingatlan vagyont, akkor azt le kell cserélni egy másik személyre. De abból, hogy a magyar államnál is esetlegesen vannak olyan személyek, akik nem kezelnek jól ingatlanokat, még nem következik az, hogy egyébként ne lehetne bizonyos ingatlanokat magánkezelésbe vagy magántulajdonba adni. Az a probléma például a Nemzeti Kastélyprogramban általunk felújított kastélyok többségével, hogy olyan turisztikai funkciókat lehetett csak az európönös pályázat korlátai miatt megvalósítani, meg olyan kulturális funkciókat, amelyek egyébként nem tették lehetővé a teljes körű felújítást. Nádas ladányban egy teljes szány még felújításra vár. Füzér radványon a gyönyörű kastélynak az emeleti része, illetve az egyik szárnyon felújításra vár. És ezt majdnem mindegyiknél le tudjuk mondani, ezekbe be lehet tenni olyan funkciókat, amelyek egyébként kereskedelmi szempontból is értelmezhetőek. Tehát önmagában az nem ördögtől való gondolat, hogy magán hasznosított, vagy magán vonjunk be. Az a rossz, hogy egyébként csak és kizárólag azokkal a kastélyokkal foglalkozunk, amelyek már teljes egészében fölöttek fújítva, és nem foglalkozunk a sok felújításra váró kastélyjal. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.